Nukleáris létesítmények elleni csapásokra készülhet Oroszország még a tél beáta előtt. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez itt a Hírmix, az Ultrahang hírösszefoglaló műsora. A mikrofonnál longauer Andrást hallhatják, Tuloczi Hárt kollégám hamarosan visszatér, addig is én jelentkezem az esti hírösszefoglalókkal. A Kreml még a tél beáta előtt csapásokat tervez ukrán nukleáris létesítmények ellen, közölte Ukrajna újonnan kinevezett külügyminisztere Szombati. X bejegyzésében. Az ukrán külügyminisztérium hírszerzési adatokra hivatkozva jelentette ki, hogy a Kreml arra készül, hogy még a tél előtt megtámadja Ukrajna kritikus fontosságú nukleáris létesítményeit. Információik szerint az orosz erők az atomerőművek és az átviteli alállomások nyitott kapcsoló berendezéseit akarják célba venni, amelyek elengedhetetlenek a nukleáris létesítmények biztonságos működéséhez. Az említett létesítmények megrongálása nagy kockázatot jelent egy globális következményekkel járó nukleáris incidensre. Különleges szolgálataink továbbították ezeket az adatokat a partnereinknek. Fogalmazott a tárcavezető hozzátéve, hogy tájékoztatták a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget is az információkról. A miniszter hangsúlyozta, hogy Oroszország az egyetlen olyan ország, amely Európában atomerőművet foglalt el, és ezzel zsarolja a világot. Feltételeket szabott Oroszországnak Zelenszky komplett tervel készül a találkozóra. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna kész Oroszországot vendégül látni a második békecsúcson, írja a szombati cikkében az Unján Ukrán hírügynökség Ukrajna államfőjének újságírók előtt elmondott beszédére hivatkozva. Ukrajna elnöke közölte, hogy Kijev aktívan dolgozik egy olyan terven, amely lehetővé teszi az Oroszországgal folytatott párbeszédet. A terv három pontja már készen is van. Ez lesz a kezdete és az alapja annak, hogy bármilyen formában beszéljünk Oroszországgal, bármilyen formában bármelyik képviselővel, mert lesz egy terv, lesz mit mutatni, fogalmazott az államfő. Az elnök szerint Ukrajna készen áll arra, hogy a második békecsúcson találkozzon az orosz képviselettel mivel a háború az egyik fél nélkül nem érhet véget. Kiev szövetségesei ugyanezt a nézetet vallják, az elnök ugyanakkor úgy véli, hogy az oroszok a háború folytatását akarják. Az ukrán elnök azt is kiemelte, hogy még fontos döntéseket vár Joe Biden-től a hivatali ideje lejárta előtt. Vladimir Zelenszky ugyanis úgy véli, hogy Joe Biden amerikai elnök még hivatali idejének vége előtt fontos döntéseket hozhat Ukrajna védelmi képességeinek megerősítése érdekében, Erről egyébként többek között az ukrajniszka Pravda számolt be. Az államfő kifejezte meggyőződését, hogy Biden még fontos döntéseket hozhat Ukrajna megerősítése és függetlenségének védelme érdekében, amíg ő az Egyesült Államok elnöke. Úgy gondolom, hogy ez még mindig történelmi küldetés, legalábbis Ukrajna szempontjából, mert neki megvan a saját élete és a saját politikai karrierje, nem tudom, mi a legfontosabb számára, én csak ennek a háborúnak a szemszögéből beszélek, fogalmazott Zelenszky. Elmondta azt is, hogy Biden döntése sok mindentől függ, többek között attól, hogy meghallgatja-e Ukrajna érveit. biden -el való kapcsolatunk történetében volt már néhány döntésünk, nagyon érdekes és nehéz párbeszédeket folytattunk, aztán később meggondolta magát, mondta az elnök. Oroszország hatalmas lezárásokat rendelt el, több tíz kilométeres körzet is megsemmisülhet. A rakéta arzenál elleni támadás után lezárták az M9 balti szövetségi autópályát a Tveri területen Oroszországban. Erről számolt be a Pravda. Alap szerint az okokat nem közölték, a 322-es kilométertől a 420-as kilométerig azon a szakaszon zárták le a forgalmat, ahol Oktyavrszki falu található, és az Oroszország Védelmi Minisztériumának rakéta és tüzérségi eszközök főcsoport főnöksége 23-as arzenáját érte az ukrán támadás az éjjel. Sajtóértesülések szerint a Staratoropa állomást, amely 11 kilométerre van a falutól, szintén kiürítették. A hatóságok közlése szerint a korlátozások addig maradnak érvényben, amíg különleges parancsot nem adnak ki. A Telegram csatornák arról számoltak be, hogy az ukrán drónok állítólag eltaláltak egy titkos létesítményt, ahol rakétákat tárolhattak, és felrobbanásuk esetén több 10 kilométeres körzet semmisülne meg. Németország mindeközben keltő üzenetet küldött Ukrajnának. Olaf Scholz német kancellár ismét elutasította a Taurus cirkáló rakéták Ukrajnának történő szállítására irányuló kéréseket. Erről szintén a Pravda számolt be. Scholz annak ellenére, hogy sokan megpróbálták rábeszélni, hogy adjon Ukrajnának Taurusokat, bejelentette, hogy nem fogok olyan cirkáló rakétát szállítani, amely eléri Moszkvát. Erről most is biztosíthatom, és biztosítom önöket, ragaszkodom ehhez az álláspontomhoz, hangsúlyozta a kancellár. Úgy véli, hogy az ukrajna elleni orosz agresszióval szemben most kell megfontolni a béke elérésének lehetőségeit, ugyanakkor bírálta azoknak a szélső baloldali és szélső jobboldali pártoknak az álláspontját, amelyek a béketárgyalásokat ukrajna támogatásának alternatívájaként tekintik. Ez naivitás, jegyezte meg Scholz. Erről az Index percről percre tudósítása számolt be. Kihallgatták a Csipogót gyártó magyar közvetítő cég munkatársát Tajvanon. A Libanonban felrobbant Csipogók miatt hallgatták ki Tajvanon a magyarországi székhelyű Back Consulting egyik munkatársát. A helyi hatóság információi szerint az esetet nem büntető ügyként kezelik, ugyanis szerintük senki nem követett el terrorcselekményt. Kihallgatták Libanonban a felrobbant Csipogók magyar közvetítőjének munkatársát Tajvanon. A Golden Apollo, amely a személyhívók tajvani licenc tulajdonosa, ennek a cégnek az elnöke már csütörtökön beszélt a Back Consulting tajvani irodájáról, és állítása szerint fel is hívta a cég képviselőjét, hogy számon kérje a történtekért. A helyi rendőrök szeptember 19-én végeztek házkutatást a két vállalat négy irodájánál, ahol lefoglalták az Apollo szállítmányozási nyilvántartásait és a bekkel kötött szerződéseket is, amelyekből kiderült, hogy személyhívónként 15 amerikai dollárt fizetett az Apollónak a licenszért. Ugyanekkor a Beck kapcsolattartóját, Wu Yuzhent is kihallgatták. A portál szerint nem büntető ügyben nyomoznak, ugyanis szerintük az országból senki nem vett részt terrorcselekményben, a Golden Apollo tulajdonosát is csak tanúként hallgatták ki. Ahogyan arról korábban beszámolók szóltak Libanonban és Szíriában a kedd délutáni csúcsforgalomban, amikor az üzletek zsúfolva voltak emberekkel és az utcákon komoly forgalom hömpölygött, egyszerre szólalt meg több ezer személyi hívó. Szemtanúk szerint mintegy 10 másodpercig jeleztek a készülékek, majd felrobbantak. Sok volt a szemsérült, mert amikor megszólalt a csipogó, többen az arcukhoz közel emelték, hogy elolvassák a szöveges üzenetet és megnyomták az elnémító gombot, ami szintén aktiválta a detonátort, mint egy 3000 csipogó robbant fel nagyjából egy időben Libanon Hezbollah ellenőrizte területén és Szíriában. Kilencen meghaltak, köztük egy gyermek, és több mint 2750 ember sérült meg, közülük 170 állapot a válságos. Ugyancsak megsérült az akcióban Irán-Libanoni nagykövete is, a Hezbollah elismerte, hogy a távirányításos támadásban 8 emberüket vesztették el és bosszút ígértek. A nyugati sajtóhírek szerint a magyarországi székhelyű Back Consulting a tajvani Gold Apollo megbízásából gyártotta a Libanonban és Szíriában felrobbant csipogókat. A műveletet ismerő források azt állítják, hogy a céget kifejezetten azért hozták létre, hogy a Hezbollahot rábírják, hogy tőlük vásároljanak kommunikációs eszközöket. Elmondásuk szerint legalább két másik fedőcéget is létrehoztak, hogy el fegyék a csipogók valódi készítőinek, vagyis az izraeli hírszerző tiszteknek a személy azonosságát. Mindeközben kiderült, mi vezethetett a Donald Trump elleni merénylethez, kezdődhet a felelősségre vonás. Az amerikai titkosszolgálat a Secret Service igazgatója szerint a hatóságok közötti kommunikációs hiányosságok vezettek ahhoz, hogy a 20 éves Thomas Matthew Crooks idén július 13-án tüzet nyithatott Donald Trump amerikai elnökjelöltre. A titkosszolgálati vezető szerint kezdődhet a felelősségre vonás időszaka, amely a republikánusok jelöltjének védelmét ellátó ügynököket érinti. A hatóságok közötti kommunikációs hiányosságokat állapította meg, erről számolt az MTI, a Secret Service igazgatója a vizsgálat megállapításairól tartott tájékoztatóján elismerte, hogy a szervezet követte el a hibát részben a helyi hatóságok tájékoztatását illetően. Elmondta, hogy július 13-án a Pennsylvania állambéli Butler városában tartott választási gyűlés idején túlságosan nagy mértékben támaszkodtak a mobiltelefon alapú kommunikációra is, ami tovább lassította az információ áramlást. A rendezvény hatékony biztosítására a Secret Service nem létesített közös műveleti szobát a terület rendvédelmi szervek képviselőivel. A hatóság részletes, másodpercekre lebontott időrendet is közölt a lövések eldördülését és a támadó Matthew Crooks ártalmatlanítását megelőző kevesebb, mint két percből Ebből kiderült, hogy a helyi rendőrség emberei saját rádióhálózatukon keresztül folytatott üzenetváltás nyomán mintegy fél perccel azelőtt megtalálták a merénylőt az épület tetején, hogy tüzet nyitott, amit viszont már nem tudtak megakadályozni. Eközben a biztosításért felelős titkosszolgálati egység külön rádión értesítette a mesterlövészeket a lehetséges veszélyhelyzetről. Ezekről az Index számolt be. Ébresztőt fújtak a németek, nem akármiben értenek egyet Orbán Viktorral. A is beszámolt a Magyarországot büntető EU döntésről, és csak úgy sorjáznak az Orbán Viktort éltető hozzászólásokat cikk alatt a Mandiner beszámolója szerint. Havelt is foglalkozott a hírrel, miszerint az Európai Bizottság úgy döntött, megkurtítja a Magyarországnak járó uniós forrásokat, mint egy 200 millió eurót fognak ebből levonni. A lépésre azután került sor, hogy az Európai Bíróság pénzbüntetés szabott ki Magyarországra, mivel szerintük Magyarország sérti az érvényben lévő menekült jogot. Budapest azonban nem fizette ki a büntetést a határidőre, ezért a szeptember 17-i határidő lejárta után az Európai Bizottság az uniós forrásokból vonja le a 200 millió eurós összeget. A migráció tekintetében Magyarországnak igaza van, ez a kormány legalább megvédi a lakosságát és pofátlanságnak tartom, hogy 200 millió eurós büntetést kellene fizetnie ezért, írta az egyik olvasó a hír alá. Van, aki szerint erősíteni kell az uniós tagállamok szuverenitását, mert különben szétesik az egész Európai Unió. Erről a Mondiner számolt be. Ez volt a Hírmix, az Ultrahang hírösszefoglaló műsora. Köszönöm a figyelmet a viszonthallásra.